7 hetes szünet után játszik ismét bajnoki meccset a kisvárdai női kézilabda csapat. A szokatlanul hosszú pihenőt az Európa-bajnokság miatt iktatták be a programba. A várdai játékosok közül a kontinens tornán Dimitrovic a szerb válogatott tagjaként lépett pályára, a brazil Roha és a szlovák Kucserova pedig egy brazíliai tornán szerepelt országa válogatottjában. A többiek sem tétlenkedtek, egy gyulaházi edzőtábort követően több felkészülési meccset is játszott a Máté Fieszter szakmai igazgató és Dévényi János edző által irányított együttes. A Békés Csabával 2-szer, a romániai Zilach csapatával 3-szor mért össze tudását a Kisvárda, emellett a szintén romániai Kolozsvár és Valcea, valamint a Debrecen ellen is csiszolhatták formájukat Tarjányiék. Egy játékost elveszített a szünetben a klub, a Békés Csabától kölcsön kapott Gidai Esztert visszarendelte a Viharsarki Egyesület. A szakmai igazgató szerint az edzőmeccsek jól szolgálták a felkészülést, amelynek eredményét a Ferencváros ellen már le is mérhetik. Igaz, a jelenleg 3. helyen álló, a Bajnokok Ligájában is érdekelt fővárosiak hazai pályán abszolút esélyesé a mérkőzésnek, de Szabóik igyekeznek majd megnehezíteni a házigazda dolgát. A mérkőzés pénteken 18 órakor kezdődik. A 9. forduló további párosítása a következő, Albafehérvár Békés Csaba, MTK Budapest Siófok, Vác Debrecen, Győr Érd, Budaörs Mosonmagyaróvár és Dunaújváros Kispest.